Lackfi János, Mátyás király Girosza. Jókora holló landolt Pozsony belvárosában, és elkezdett vagánykodva felalájárni a kövezeten. Látta, hogy a tömeg ügyet se vet rá, mert mindenki siet munkába, meg munkából haza, meg viszi a gyereket vívásra, meg hozza haza zongoráról, meg a szülők sietnek fitnessre és szülői értekezletre. Meg a magányosok csaplatnak a boltba a cicakajáért, és haza, hogy megsétáltassák a kutyulit. Meg a nyugdíjasok szaladnak a gyógyszereiket kiváltani, és kardigánokat horgolni az unokáknak, akik viszont csak márkás cuccokban akarnak járni. A holló egyszeriben fogta magát, eldőlt szépen, és kinyílt. Kiderült, hogy nem is holló, hanem időkapszula. Felpattant a hollóforma doboz, és Mátyás király bújt elő belőle. Kicsit nyújtóztatta a derekát, mert időutazni pont olyan kényelmesen, mint repülőn ücsörögni órák hosszat. Kikapta hüveéből a kardját, és kicsit megsuhogtatta, hogy elgémberedett karjait is megmozgassa, csak úgy sportból lecsapdosott pár ágat a közeli fákról. Erre azért néhány járókelő felkapta a fejét, aztán legyintöttek, azt hitték megint valami fura reklámkampány, is, vitéz királyunk mosóport, vagy borotvált, vagy sampont, vagy csokit hirdet ilyen nagy lendülettel. Egy kislány előkapta a mobilját, és udvariasan engedélyt kért egy szelfire. Mátyás beleegyezett, és a fotó hamarosan az internetvizén úszkált nagy irigykedést keltve a kicsi lány ismerőseiben. Mátyás Orcimpáját remek fűszeres illatok csapták meg. Eszébe jutott, amikor egy követséggel arab szakács érkezett a konyhájára, és szerecsendiós, borsos, joghurtos, mártással nyakon vagdalt húsokat tálalt fel, ropogós zöldségekkel, sok hagymával, pirított lepénykenyérrel. Betoppant a tulipán giroszozóba, és rárivalt a hatalmas hústömböt hosszú késével szabdaló komára. Védd az életet, hitetlen kutyak! Tarik, az étterem tulajdonosa, nem volt gyáva legény. Az üvegpult felett bőszen összecsattogtatta pengéjét a nagy királlyal, csak úgy csengtek és szikráztak a vasak. A vendégek hangos tapsviharban és éjjenzésben törtek ki, gondolták valami céges látványosság szemtanúi. Volt, aki már vette is telójával a jó kis csetepatét. a két vívó kifulladt és leeresztette kardját. Tarik, aki a török vívó bajnokságban hajdan, lelkesen forgatta a kardot, nem volt akkora formában, mióta üzletet vezetett, és legtöbb idejét a papírokkal való szöszmötől is vette el. Mátyás király meg hát, nem mai fiú, régen járt utoljára csatában. Tarik lihegett, és mosolyogva csóvált a fejét. Hé, hey, hitetlen komám, jól megizasztottál, hiába magyarok keményen vívnak. Nem véletlen, hogy valamikor torakok voltatok ti is. Mátyás királyt elfutotta a pulyka méreg, akkor voltam én török, amikor a krokodil furujázott, amikor a tehén fára mászott, mikor a kígyó kézen áldogált. Úgy elvertelek benneteket csatában, hogy sírva szaladtatok Isztambulig. Aztán meg mik elvertünk titeket? Jól mulattunk együtt veletek. Na hiszen, elvittétek saját katonátoknak a gyerekeinket, leromboltátok palotáinkat, templomainkat, szép kis mulatság. Építettünk furdókat és mecseteket, mai napig mutogatjatok turistáknak. Figyelj, te sokám, ne veszekedjünk, sehol sincs már oszmán birodalom is, magyar királyok is kihaltak. Na, na, gyere, amiért ilyen jó vivo vagy, meghívlak finom gyroszra. Kapsz egy uveg granatalmas uditót is. Mátyás visszadugta hüvejébe a kardját, és vígan falatozni kezdett, ami nem csoda, hiszen több száz éve éhezett már. Tarik meg kiszolgálta az újabb és újabb vevőket, majd széles vigyorral odaszólt a lakmározó királynak. Holnap mit csinálsz, uram? Mert én szabadnapos vagyok, fiúk nyitnak, zárnak. Elmehetnénk Dinoparkba nézni hatalmas sárkányokat. Vívhatnánk is kicsit szép zöld fuvon. Hozom taramet, tarok magyar két jobbarat. No, Mátyás királynak eszébe jutott a sok-sok régi véres csata, és így dünnyögött. Jó barátám, a hitetlen anyukád! De mert mégiscsak kedves figura volt ez a giroszos, és vendégül is látta őt, hát megemberelte magát. Udvarmesterem szerint holnap épp ráérek, úgyhogy nem bánom. Addig megszállok a legjobb fogadóban. Így történt aztán, hogy a holló aznap este hiába várta a király visszatértét a belvárosban. Tarik pedig másnap feltett egy fotót az internetes oldalára, ahol mátyással pózol meg egy műanyag dinó levágott fejével, melyért cserébe a királynak súlyos aranyakat kellett kipengetnie a turisztikai irodán. Megérte viszont, mert most látott először igazi sárkányt. Korábban azt hitte, ilyenek csak a mesekönyvekben léteznek.